Víz és jégkárok, több zsilip, vízmércék, csörlők, gompjárók és ártéri gyümölcsösök, erdők is sérültek a Felső-Tisza vidéken a jégár után, a kár mintegy 1,5 milliárd forintos. 13 év fegyházbüntetés, ennyit kapott az a férfi, aki brutálisan megvert egy idős házaspárt még 2001-ben, az idős férfi és nő belehalt a bántalmazásba. Rendőrségi prevenció, a testi sértés, lopás és szexuális zaklatás a leggyakrabban előforduló szabálysértések a diákok körében. Mintegy 1,5 milliárd forintos a kár a Felső-Tisza vidéken a jégár után. A Kölcsei Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket! Védbiztonságot veszélyeztető károk ugyan nem keletkeztek, de több zsilip, vízmércék, csörlők, kompjárók és ártéri gyümölcsösök, erdők is sérültek, tájékoztatotta a térség vízügyi igazgatóságának vezetője. A kárfelmérések még tartanak, plusz munkát jelent a vízügyi igazgatóság munkatársainak a partokra sodort és lerakódott uszadék, hulladék eltakarítása. Hatalmas jégtömbök sorakoznak egymás mellett a tiszabercali Tisza parton. A február elejei víz és jégár több ezer köbméter jeget hagyott maga után a térségi folyók mellett. A magas vízállás miatt maradtak a parton a jégtábla maradványok itt Tiszabercelen is. A tömbök az elmúlt napok melegebb időjárása miatt már sokat olvadtak, de még mindig megdöbbentő látványt nyújtanak. A jégtorlasz levonulása miatt a partmenti növényzet sérült, a tiszabercei komban azonban nem keletkezett jelentősebb kár. Az egyik lámpája tört le, több kötele is elszakadt, a csörlő és a csörlőház viszont jelentősen rongálódott a jégár miatt. Tiszabercen megkorongol a dolog sok minden, legjobban a kis csőle, ha a segédcsőleházok, akkor van a sorompó, oszlopok, táblákat lenyomkodt a hajóktáblákat a partszéleken, másik oldalt a sorompó kiszakította, kötelek szakadtak, de szerencsére megúsztuk, komp egybe maradt. A többi károk a felmérés az még folyamatban van, szerintem amit lehet, azt pótoljuk. A töltést itt nem érte el a víz, így nem rongálódott a műemlékvédelmi régi szivattyú telep, illetve a belvízvédelmi átemelő zsilip sem. Azonban az 569-es folyamkilométer követ kidöntötte a jég. A Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság vezetője televíziunknak elmondta, védbiztonságot veszélyeztető károk ugyan nem keletkeztek, de több zsilip, vízmércék, csörlők, kompjárók és ártéri gyümölcsösök, erdők is sérültek. A kár közelíti az 500 millió forintot, és azt lehet elmondani, hogy gyakorlatilag valamennyi létesítményünk károsodott, ami a vízben volt. Ezek között a vízmércék, távjelzőrendszerek, érzékelő szondákat említeném elsősorban, hiszen ezek speciális értékes berendezések. Károk keletkeztek a zsilipekben, az árvízvédelmi műtárgyakban is. A töltések nem károsodtak súlyosan, de a partvédelem is károsodott, tehát a folyó mederben azok a kőművek is károsodtak, amik védik a folyótól a partot, illetve a töltéseket, és hát a véderdőkben is komoly károk keletkeztek a jég által, nem csak a jégtáblák miatt, hanem amiatt is, hogy a kiterült víz megfagyott, és miután leapadt a víz, összetörte az árakat. Bodnár Gáspár hozzátette, a kárfelmérések még tartanak, azonban már most látszik, lesz plusz munkájuk az igazgatóság és az önkormányzatok munkatársainak is. A magas vízszint miatt az ár és jégtorlasz sok uszadékot, hulladékot hagyott a partokon és töltéseken, azok összegyűjtését már több helyszínen elkezdték. Nem jogerősen 13 év fegyházbüntetésre ítélte a nyíregyházi törvényszék hétfőn azt a román állampolgárságú magyar férfit, aki máig ismeretlen társaival brutálisan megvert és kirabolt egy idős Kántor Jánosi házaspárt még 2001. októberében. Az idős férfi a helyszínen, felesége később a kórházban halt bele sérüléseibe. Kivádott bűnös, emberőrös büntetében, mint társtettes. 1978-4-es törvény 166 szava fejbekedés, kettőbekedés, kisbés F pontja. Ezért a bíróság 13 év fegyházbüntetésre és 10 év időtartamra Magyarország területére történő kiutasítás mellékbüntetésre ítéli. A szabadságvesztés büntetés tartalmába beszámítja a vádott által 2014. december 2 napjától a mai napig előzetes fogvatartásban töltött időt. Ítéletet hirdetett a 2001-ben történt emberölési bűnügyben a nyíregyházi törvényszék.
A tényállás szerint a 35 éves vádlott egy vagy több társával együtt 2001. október 21-én este tört be a Kántor Jánosiban élő 84 éves férfi és 79 éves feleségének családi házába. A házaspár gyakran alkalmazott vendégmunkásokat a ház körüli munkákhoz, ezt használták ki a támadók. Köztudomásul volt, hogy ő is értetek ketten ilyenek a házban, van az is hallókészülnék, ő nagyon rosszul hal, és az átok művet földhasználva a lakásukon készpénzt tartanak. A vádlottak átugrottak a kerítésen, megfojtották a hátulugató kutyát, majd a zajra felébredő idős férfit a bejárati ajtónál puszta kézzel olyan súlyosan bántalmazták, hogy a férfi a helyszínen életét vesztette. A másik szobában alvó asszonyra is rátörtek, puszta kézzel és kalapáccsal addig ütötték, amíg bevallotta, hová rejtett el 400 ezer forintot. A tettesek a pénzzel elmenekültek, az asszony nem sokkal később a kórházban belehalt sérüléseibe. A bíróság a vádlottal szemben az elkövetéskor hatályos PTK rendelkezését alkalmazta, mert az kedvezőbb a számára. A bűncselekmény elkövetésekor a vádlott nem volt még 20 éves, ezért vele szemben nem lehetett életfogytig tartó szabadságvesztést kiszabni, így végül 13 év fegyházra ítélték. A végzés ellen a vádlott és védője felmentésért és enyhítésért fellebbezett. Az ügyész 3 nap gondolkodási időt tart fenn, így az ítélet nem jogerős. Ma kísérték utolsó útjára Normantas Pauliust. A litván származású fotóművész több mint 3 évtizedig Nyíregyházán élt és alkotott. Hazája Litvánia, lakhelye Magyarország volt, de hol igazán otthon érezte magát, az a Himalája és környéke. Érdekes történeteit és fotóit közel 20 ország több mint 300 kiállítására vitte el. Rangos díjakkal ismerték el munkáját, a Balogh Rudolf díjat, a Magyar Köztársasági Érdemrend lovak keresztjét, a Magyar Fotográfiai Nagydíjat és a litván kormány kulturális és művészeti díját is megkapta. Nem szerette és nem is használta a digitális technikát. Normantas Paulius január 7-én hunyt el. Családtagjai, pályatársai és tisztelői ma vettek végső búcsút tőle a nyíregyházi északi temetőben. Ideje végre felszámolni a kommunista diktatúra örökségét Magyarországon, jelentette ki sajtótájékoztatóján Lengyel Máté jobbikos választókerületi elnök nyíregyházi sajtótájékoztatóján. A politikus hangsúlyozta, 27 évvel a rendszerváltás után még mindig nem hozták nyilvánosságra az ügynöklistákat, amit sürgősen meg kellene tenni. Lengyel Máté szerint fontos lenne továbbá áthelyezni Nyíregyházán a Kozák szobrot és a román emlékművet, amelyek az országot fosztogató és helyieket elhurcoló katonáknak állítanak emléket. A mai napig található közterületen olyan szobrok, amik a kommunizmus térhúrítását jelképezik Nyíregyházán, illetve ami nagyon fontos és sürgető probléma, hogy a mai napig az ügynöklisták titkosak, nem hozták nyilvánosságra ezeket. A Jobbik mindenféleképpen szorgalmazza, hogy erre tegyünk minél hamarabb pontot, és az ügynöklisták kerüljenek nyilvánosságra, valamint mindazok, akik a kommunista rendszert kiszolgálták, illetve annak haszonélvezői voltak, azokat a közélettől tiltsák el. Testisértés, zaklatás, lopás, zsarolás, ezek mind előfordulhatnak az iskolákban. A részletekről hamarosan szólunk, előtte nézzük a híradó további témáit. Megszerezte 11. bajnoki győzelmét a Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák az NB1B 17. fordulójában lejátszott mérkőzésen 174-re verték az óbudai kaszások csapatát. A tabella 4. helyén álló nyíregyháziak legközelebb Salgótarjánban lépnek pályára. 3 mérkőzéssel megkezdődött a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tavaszi foci szezon. A Nyitányon a Nyírgyulaj 4-1-re nyert a Baktalú Rendháza ellen, a Tiszavasvári hazai pályán 1-1-re végzett a Gyulaházával, a Sínyő-Fehérgyarmat találkozó pedig gól nélküli döntetlennel zárult. Hatósági eljárást vonhat maga után az iskolai zaklatás. Sok diák azonban nincs ezzel tisztában, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának vezetője. Kovács Attila a nyíregyházi Veselényi Miklós szakgimnáziumban tartott prevenciós órát, ahol kiemelte, a testisértés, a lopás és szexuális zaklatás a leggyakrabban előforduló szabálysértések a diákok körében.
Testi sértés, zaklatás, lopás, zsarolás, ezek mind előfordulhatnak az iskolákban. A nem tudás azonban senkit nem ment fel a felelősség alól. Ezzel a gondolattal kezdte előadását Kovács Attila, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának vezetője Nyíregyházán. A Veselényi Miklós szakközépiskola diákjai egy rendhagyó prevenciós órán vettek részt. Az iskolai zaklatás típusait és következményeit ismertették a tanulókkal. Azt tudom nektek mondani, hogy ha valaki egyszer átlép egy határt, magyarul egy erőszakos cselekmény ragadtat le magát, akkor mondom, nagyon nehéz visszatalálni a határ másik oldalára. Éppen ezért ez a fajta konfliktus kezelés, ha lehet ezt mondani, ez a legvégső eset sem lehet. Tehát ha valaki egyszer az élete során egy ilyen erőszakos cselekményre ragadtat le magát, akkor egyrészt, hogyha utána többet nem is követ el, éveken keresztül hordozza magán ezt a bélyeget, ahhoz, hogy ezt a fajta helyzetre ne kerüljetek ilyen helyzetbe, egy oldal sem, tehát akár sértettként, vagy akár elkövetőként, ahhoz mindenképpen tisztába kell lenni néhány olyan dolggal, amit talán nem tudtok, vagy valamilyen szinten talán arról ismerettek, de én azt gondolom, hogy mindenképpen beszélnünk kell róla. A diákok sokszor nem tudják, hogy egy rossz és meggondolatlan cselekedet akár hatósági eljárást is vonhat maga után. A verbális vagy fizikai erőszaknak több iránya is van. A diákok egymás közt, akár a pedagógus ellen is felléphetnek. Anyagi vonzata is lehet a hirtelen haragnak, ha például a tanulók az iskolai felszerelést rongálják meg. Ez is az erőszakos cselekmények közé tartozik. A diákok érdeklődően hallgatták Kovács Attila előadását. Ők is úgy gondolják, hogy ezekről a témákról is fontos beszélni. Még ebben az iskolában nem hallottam ilyen bűncselekményről, de már más iskolában többször is hallottam, hogy előfordult ilyesmi. Információközlés ez nagyon hasznos nekünk, mert úgy nézve még gyerekek vagyunk, nem tudjuk értelmezni a dolgokat, hogy mit, hogyan csináljunk, és igen, hogy megmondják a példákat, hogy miket tegyünk ez ügyben. Mi előadáson az iskolai bántalmazásról beszélhetünk, és ez fontos, mert nagyon gyakori a mai világban. A pedagógusok közfeladatot ellátó személyek, így még súlyosabb, ha a diákok, a tanárokat vagy az iskola dolgozóit zaklatják vagy bántalmazzák. Ez is több tanuló számára új információ volt. A veselényis diákok azonban még nem tapasztaltak ehhez hasonlót. Az intézmény vezetősége jó kezdeményezésnek tartja a prevenciós órát. Nagyon örülünk, hogy ezeknek az előadásoknak a révén egyrészt közvetlenebb kapcsolat alakul ki köztünk, mint iskola, illetve a rendőrség, és a diákok és a rendőrség között. Azt gondolom, hogy a prevenció nagyon fontos, legyen szó bármilyen témáról, nem csak bűnügyi, hanem egészségügyi témáról is, és mindig másként hat, hogy a szakavatott emberek mondják el a diákoknak, mint mi tanáraik. A prevenciós órán elhangzott, a Veselényiben már 4 éve dolgozik bűnmegelőzési referens, akit nem csak a diákok, hanem akár a szülők is felkereshetnek. Iskolai bántalmazás esetén a rendőrség segítségét is kérhetik a tanulók. Tűzcsapnak ütközött egy autó Kálmánházán a hétvégén. A Dorogi úton haladó autó vezetője eddig tisztázatlan körülmények között ütközött neki a tűzcsapnak, majd egy lakóház kerítésének. A baleset következtében a gépkocsiban hátul utazó 2 gyermek, egy 14 éves és egy 12 éves lány könnyű sérüléseket szenvedtek. Megszerezte 11. bajnoki győzelmét a Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák az NB1B 17. fordulójában lejátszott mérkőzésen 174-re verték az Óbudai Kaszások csapatát. A tabella 4. helyén álló nyíregyháziak legközelebb Salgótarjánban lépnek pályára. A vendégek kezdték jobban a mérkőzést, de csak 5 percig örülhettek, akkor érte ellenfelét utól a nyíregyházi csapat. Az első negyed végén már 5 ponttal vezettek a kék cápák, akik nagyon megnyomták a második 10 percet. Ebben a szakaszban 19 pontot vert rá ellenfelére a házigazda, amivel gyakorlatilag el is dőlt a mérkőzés. A folytatás már csak formalitás volt, így mindkét oldalon pályára lépett valamennyi játékos. A hajrában csak az volt a kérdés, hogy eléri a 100 pontot a Blue Sharks, végül Sitku Márton büntetőivel ez is sikerült, így magabiztos, fölényes győzelemmel vágott vissza ellenfelének Siska János együttese a fővárosban elszenvedett vereségért. Nehéz mérkőzésre számítottam, mert a héten nem tudtunk közösen edzeni a csapatok, mert a juniorok ugye csütörtök pénteken Szombathelyre Sopronba játszottak, csütörtökön volt egy főiskolás mérkőzésünk, aztán szombaton tudtunk először csapat edzést csinálni. Készültünk nagyon erre az ellenfélre, örülök, hogy így sikerült.
A nyíregyházi csapatban a kispadról beszállva 17 percet játszott Olá Zoltán, aki 15 ponttal vette ki részét a győzelemből. A játékos szerint az óbudai együttes semmivel sem tudta meglepni a hazaiakat. Tudtuk, hogy az elején nagyon nagy nyomást fog tenni ránk az Óbuda, de mi tudtuk, hogy magabiztosak leszünk, mint erőlétben, mint dobásformában, mint mindenben. Magabiztosan tudtunk járni. Az elején egy picit beragadtunk, de utána kilábaltunk belőle, és magabiztosan tudtunk tovább folytatni a mérkőzést. A forduló további eredményei a következők: Nagykőrös budapesti Honvéd 83-78, Eger Salgótarján 65-62, Hódmezővásárhely Debrecen 82-101, Miskolc Békés 162 és Tiszaújváros Mavsz 2 86-80. A tabella élén a Miskolc áll 14 győzelemmel és 4 vereséggel, megelőzve az egy meccsel kevesebbet játszó 13-4-es mutatóval rendelkező Debrecent. A Nyíregyháza Blue Sharks 11 győzelemmel és 6 vereséggel a negyedik helyen várja szombati salgótarjáni vendégjátékát. Nem jutott fel a dubai ATP 500-as torna főtáblájára Fucsovics Márton. A világranglista 143. helyén álló nyíregyházi teniszező a kvalifikáció első helyén kiemelt, a rangsorban 68. üzbék Denis Istomintól szenvedett 6-1-7-6-os vereséget. Három mérkőzéssel megkezdődött a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei tavaszi foci szezon. A nyitányon a Nyír Gyulai 4-1-re nyert a Baktalórendháza ellen, a tiszavasvári hazai pályán 1-1-re végzett a Gyulaházával, a Sinyő-Fehérgyarmat találkozó pedig gól nélküli döntetlennel zárult. A kiírás szerint a megyei első osztályban, a megyei másodosztály három csoportjában és egy harmadosztályú csoportban is elrajtolt volna a tavaszi szezon, az időjárás azonban közbeszólt. Mindössze három megyei egyes meccset tudtak megrendezni az elmúlt hétvégén. Egyedül Tiszavasváriban volt játékra alkalmas hüves pálya, így Kis Gábor csapata a megszokott talajú játéktéren játszott 1-1-es döntetlent az alsóházba tartozó Gyulaházával. A Nyír Gyulai a nyírbátori műfüves pályán fogadta a Baktalórendházát, és hátrányból fordítva 4-1-re legyőzte a vendégeket. Alvérletben lépett pályára Sényű is, Ember Roland együttese a nyíregyházi Városi Stadion műfüves pályáján fogadta a Fehérgyarmatot. A mérkőzésen a helyzetek alapján a Sényű állt közelebb a győzelemhez, gólt azonban nem láthattak a nézők, a találkozó 0-0-ás döntetlennel zárult. Azt gondolom, hogy tettünk eleget a győzelemért, talán két ok miatt nem tudtunk győzni. Az egyik az, hogy jól védett az ellenfél kapusa, másik pedig a végjátéknál pontatlanok voltunk sajnos. A Fehérgyarmat edzője a körülmények és a játékképe alapján elégedett volt a megszerzett egy ponttal. Igazából nem tudtuk, hogy mit fogunk kapni, mert a felkészülés alatt nem nagyon kaptam képet a csapatról. Annak tudatában ez az egy pont jó, illetve az, hogy idegen bejátszottunk, jó, illetve a játékot, hogyha nézem, azt mondom, hogy másik fél idő alapján örülhetünk annak, hogy 0-0 lett a mérkőzés. Stabil középcsapat szeretnénk lenni, hát nyilván most azért nem elégszünk most már meg a 7-8 hely környékével, szeretnénk ott stabilizálni helyünket ott a 4.-5. hely környékén. Az MLS megyei igazgatóság a hétvégi fordulókra nem rendel el központi halasztást. Azok a csapatok, amelyek a pálya használhatatlansága miatt nem tudják lejátszani a meccset, közösen döntenek majd az új időpontról. Mintegy 500 milliárd forintos a kár a Felső-Tisza vidéken a jégár után. Vízbiztonságot veszélyeztető károk ugyan nem keletkeztek, de több zsilip, vízmércék, csörlők, kompjárók és ártéri gyümölcsösök, erdők is sérültek. Plusz munkát jelent a vízügyi igazgatóság munkatársainak a partokra sodort és lerakódott uszadék, hulladék eltakarítása. Nem jogerősen 13 év fegyházbüntetésre ítélte a nyíregyházi törvényszék hétfőn azt a román állampolgárságú magyar férfit, aki máig ismeretlen társaival brutálisan megvert és kirabolt egy idős Kántor Jánosi házaspárt még 2001. októberében. Az idős férfi a helyszínen, felesége később a kórházban halt bele sérüléseibe. Hatósági eljárást vonhat maga után az iskolai zaklatás, sok diák azonban nincs ezzel tisztában, közölte a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának vezetője. Kovács Attila a nyíregyházi Veselényi Miklós szakgimnáziumban tartott prevenciós órát, ahol kiemelte, a testi sértés, lopás és szexuális zaklatás a leggyakrabban előforduló szabálysértések a diákok körében. A Kölcsei Televízió iradóját látták február 27-én hétfőn. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk, eddig is böngészték honlapunkat. Mi munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra!
Holnap napos szeles időre számíthatunk, a magasban erős délnyugati áramlással továbbra is enyhe, többnyire száraz levegő áramlik térségünk fölé. Az éjjeli órákban felhős lesz az ég, majd hajnaltól felszakadozik, csökken a felhőzet, helyenként gyenge eső is előfordulhat, a délkeleti szél többnyire mérsékelt marad, reggelre általában 4 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a változó felhőzet mellett több órára kisüt a nap, majd estétől megnövekszik a felhőzet, és eső, zápor is előfordulhat, a déli szél megerősödik, helyenként viharossá fokozódik, délutánra 15 fokig emelkedik a hőmérséklet, meleg fronti hatás van térségünkben. Szerdán kezdetben többfelé várható eső, zápor, ugyanakkor napközben északnyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. Csütörtökön még előfordulhat futózápor, pénteken, illetve szombaton gyengén felhős, napos idő valószínű. A hőmérséklet a szerdai több fokos lehűlés után csütörtöktől fokozatosan emelkedik.